Sziasztok! Sziasztok! Idei nagy teszt sorozatunk el fog indulni hamarosan. Ami miről fog szólni? WiFi-t fogunk mérni, WiFi-s access pointokat fogunk mérni, méghozzá AX-es AP-kat. Többek között, mert a célunk az az, hogy a csúcs AP-kat is megmérjük, a középkategóriás AP-kat, és akár a low end is megmérjük, hogy a felhasználók tisztább képet kaphassanak arról, hogyha 10.000 forintot, vagy 30, vagy 70, vagy 270.000 forintot költenek egy adott AP-ra, akkor mégis miféle wifi performancia különbségekre számíthat? És ezt ráadásul nem csak egy kliense, hanem több kliense fogjuk mérni, ugyanúgy alsóbb kategóriás kliensekkel és felsőbb kategóriásokkal is megtesszük. Így van. Lesznek referenciaméréseink, erre szolgál a két kártya. Az egyik egy 4x4-es AC és V2-es a másik pedig egy AX-es 2x2-es kártya, amik tulajdonképpen arra szolgálnak, hogy valamiféle maximumot kihozhassunk. Ezek alá egy elég erős pc be lesz téve, ezáltal nem lesz kérdéses, hogy a mobileszköz performanciája esetleg befolyásolja a mért értékeket, de a legfontosabb mégis a mobileszközmérés, mert hát wi van szó, és ha már wi van szó, akkor mérünk AX-es x high-end notebookkal, ac és 3 3x3-as notebookkal, és hogy legyen még egy referenciánk egy telefonnal is, egy 2x2-es iPhone 11 Pro-t fogunk még bevetni. Ami szintén AX-es. Ami szintén AX-es, viszont tudni kell, hogy ez csak 80 MHz-en képes működni, míg a notebook az már képes 160 MHz-en is. Jó, Peti, de hogyan fogjuk megmérni ezeket a klienseket, meg a kiválasztott Texas pointokat? A tervek szerint fogunk egy 10 gigabites kártyát, ezt betesszük valamilyen mérőszerverbe, terveink szerint egy synology megpróbáljuk, hogy hogyan fog működni, és egy iperf programmal fogjuk elvégezni a mérést. Természetesen szükség lesz majd egy switchre is, egy POE switchre, amivel meg fogjuk táplálni az AP-kat, igen, uh -huh. AP-kat, Kettő darab AP-t fogunk mérni egyszerre, ugyanabból a típusból, mivel a mérési eljárás során 10 darab mérési pontunk lesz, plusz egy referencia, és ezeket a mérési pontokat kettő Wi-Fi AP-val fogjuk majd lefedni. Tehát mind a 10 mérési pontot megmérjük a három eszközzel, a három mobil eszközzel, valamint a fennmaradó referencia pontot viszont a kétféle Wi-Fi kártyával mérjük meg. Ennek a switchnek a jelentősége abban van, hogy magát a vezetékes hálózatot ugye alá tegye a mérésnek. Ez egy érdekes switch, mert 10G-s portok vannak rajta, és ezen túlmenően BTPOE szabványra is képes, valamint nem mellesleg a 802.3 BZ szabványt is támogatja, ebből adódan lehetőségünk van kihasználni a fejlettebb access pointokon lévő két is fél vagy 5 gigabites portoknak a sávszélességét. Jó, tehát van megfelelő poénk, AFHTBT, vannak megfelelő klienseink, 4x4-es, 2x2-es, 3x3-as, AC és AX-es. Hol fogjuk ezt mérni? Az Access Point irodában. Úgy bizony. Mert hogy ez egy olyan mérési ö, környezet, amit, amihez tulajdonképpen bármikor tudunk nyúlni, ergo ennek a sorozatnak tudunk több évadot is szentelni. Ki fogjuk választani a portfóliónkban található ö, alsó és felső és középkategóriás access pointokat, azokat elhelyezzük ugyanabban a pontban az irodánkban, és olyasmi méréseket fogunk csinálni, ami közvetlen, akár egy fal, két fal, sőt három fal távolságra, mm. vastag téglafal, vékonyabb gipszkartonfal, elmondtam mindent? Nem is Nagyjából tudom. igen. Nagyjából igen. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy lefedettséget is vizsgálunk az adott ápéknak a rádiós teljesítménye, antenna karakterisztikája révén kiderül, hogy ezek hogyan teljesítenek egymáshoz képest, Valamint a különböző szabványok meg antenna számok fényében is össze tudjuk hasonlítani az adott rendszert. Amit még fontos tudni, hogy egy AX-et mérünk, és az AX az nem csak 5 GHz-es szabvány, hanem 2,4 GHz es is. Tehát mind 2,4 és 5 GHz is meg fogjuk mérni, azokon a pontokon, ahol a kliensek maguktól át fognak roamingolni. Bizony. Minden egyes mérést 5-ször fogunk megismételni, és előtte természetesen feljegyezzük, hogy. Melyik ap ra csatlakozik az adott kliens, milyen frekvencián, értem az adott 2, 4 vagy 5 gigán, és milyen jelszinten? Így van. <laughs> Valamint a talán a legfontosabb, hogy milyen sávszélességet fogunk tudni mérni az adott pontban az uh -huh. iPerf szerverünk felé. És először milyen ip kat fogunk megmérni? Biztos, hogy a Ubiquiti api mm, API sorra fognak kerülni, tehát a, akár én a belépő szintet is megmérném, nagyon szívesen látnám, hogy mondjuk egy AC light mit, uh -huh. mit csinál lefedettségben és ászérségben. Az LR, mint a legelterjedtebb AP, vagy a legnagyobb ö, számban eladott AP szintén egy érdekes pont lehet, de akkor már be kell raknunk a V1-es kategória csúcsát, ugye a Pro-t is. A végig végigmegyünk egyébként a HD-szérián, tehát a V2-es AP-kon is, Nano HD, HD, SHD-t ezt kihagynám, az nem fog, nem fog sok mindent adni. Esetleg egy XG-t meg kéne mérni. Az jó lenne. Az, az, elég, az egy elég komoly darab. És akkor egy a Ubiquity t ez kb. AC oldalon végigjártuk. És ami jelen pillanatban rendelkezésünkre áll, az egy Unifi 6 Lite. Várhatóan hamarosan jön Unifi 6 LR is, tehát ezeket mm. megpróbáljuk berakni De ugyanígy biztos, hogy végig fogunk menni a Cambium access pontjain is. Hogyha föntről kezdem, akkor a 8x8-as szörnyeteg, az AX-es Csúcs-AP, az már egyébként a laborban elő is van készítve egymérésre. 2x2-es változat szintén jönni fog, mindkettő, mind 5 gigán, 2x2-es, és mehetünk az AC Wave 2-es ap irányába az E600, n 410 Kültéri AP-kat nem fogunk most tesztelni, mert ez kifejezetten ilyen irodai környezetben zajlik. És hát a MikroTiknek milyen felhozatala van? A MikroTik oldalról ugye most jön ki csak az AC 2-es szoftver frissítés, uh -huh esetleg azzal megpróbálhatjuk, megnézzük a teszt eredményeket. Ott ugye limitált, hogy milyen termékekre lehet ezt a Wave 2-es csomagot rárakni, de például 40 4011 Wi-Fi-sére rá lehet, uh -huh. és az 4x4-es, tehát tulajdonképpen Igen. az egy jó, jó minta alap lehet, de biztos, hogy be kell vonjuk egyébként az egyszerű ap is, amiből szintén sokat nem. visznek. És ezen kívül biztos, hogy lesz Aruba, ott is alsó-közép-felső kategóriás ap -k. aztán még meglátjuk, hogy mihez támad kedvünk. Jó, köszönjük szépen a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni, jövő héttől jönnek a wifi tesztek. Sziasztok! Sziasztok!